Mi az a hét pénzügyi szokás, ami biztosan jellemző a gazdagokra, és ami megváltoztathatja a te életedet is? Sziasztok! Mert valóban mindannyian a szokások rabjai vagyunk, és hogy ezeket a szokásokat tényleg meg tudjuk változtatni, és ha úgy változtatjuk meg, ahogy az előnyünkre válik, ahogy a gazdasági sikereinket jobban elősegíti, akkor magunknak is hasznot hajthatunk, ezért most összeszedtem nektek 7 olyan gondolatot, ami úgy gondolom, hogy minden sikeres, minden gazdag emberre jellemző. Ha fölveszük ezeket a szokásokat, akkor még ti is lehettek sikeres vagy gazdag emberek. Ebben a nehéz időben nekem is egy kicsit szükségem van a motivációra. Én is egy picit elveszettem a motivációmat, őszintén megmondom, ezért nem volt mostanában motivárpi. Úgyhogy ha tehetitek, akkor adjatok nekem itt a másik oldalról olyan motivációt, hogy nyomjátok meg a csengőt, meg nyomjátok meg a like gombot, mert így juthat el minél több emberhez, és minél több embernek így tudunk motivációt adni, mert hiszen azt szeretnénk. Tudom, hogy ez sokkal kevesebben nézik a motivációs filmeket, mint az egyéb nagy filmjeinket, de azt gondolom, hogy mégiscsak szükség van erre, mégiscsak hát, ha át tudok magamból adni, vagy a tapasztalataimból valamit, amit valamikor valami mégiscsak, valaki mégiscsak felhasznál, és akkor haszna lehet belőle. Mert nem az a titok, hogy milyen korán kelsz, vagy hogy milyen könyveket olvasol, vagy hogy milyen motivációs videókat nézel, hanem az, hogy kialakítsd magadnak a szokásaidat, hogy ezt valójában meg is tud valósítani. És tudatosan törekedjél arra, hogy ezek a szokások a magadévá váljanak. Mi az a 7 szokás, amit én úgy gondolok, hogy az eddig általam ismert sikeres üzletemberekre biztosan mind a 7 jellemző, és amit én is egyébként elfogadok, és amit én is alkalmazok a saját életemben. Az első, és az egyik legfontosabb, hogy a kiadásait minden egyes fillérjét pontosan vezess. Naponta mindent írjál föl, akár egy kockás papírra, akár a legmodernabb applikációba, mert erre sok-sok applikáció is van, hogy mire mit költöttél az utolsó fillérig. Ezt aztán havonta összesítsd, és vond le a következtetéseket. Gondold át, mi az, amit esetleg másképp lehetne csinálni, mi az, amit ki lehet hagyni, mi az, amit át lehet csoportosítani. Abszolút jellemző egy gazdag emberre, hogy nagyon meggondolja, amikor már tudja, és ez a pénzügyi tudatosság kialakul benne, hogy hol parkol. Hogy nem megy be egy drága parkolóba, hanem bemegy mellette egy olcsóba. És akkor lehet, ez csak egy példa, lehet, hogy te is sok-sok ilyen hasonló dolognál, amikor ezeket összeadod és látod, hogy mire mit költöttél, le fogsz vonni olyan következtetést, hogy mivel tudsz egyszerűsíteni, mivel tudsz olcsósítani, és mit tudsz átalakítani az életedbe, és mindez egy családra is igaz, de mindez ugyanúgy igaz egy nagy cégre, bár ott igaz, hogy erre már embered van, könyvelőd, de az is nagyon fontos, hogy ugyanilyen pénzügyi tudatosságot alakítson ki a cégbe, és ugyanilyen tudatosan gondolja ezt át. Mert nem csak azért vezeted, nem csak azért írod föl, hogy ez meglegyen neked, hanem ebből tanuljál, hogy ebből következtetés vonjál le, ez rutinoddá váljon. Azt hiszed, hogy ez olyan könnyű, hogy ilyen apróságokra, meg pár filléres dologra, egy kólára figyelj, hogy elköltöd a benzinkutat, és inkább vertél a közértbe negyed áron. Ez olyan fontos pénzügyi tudatosság, ami most így furcsának hangzik, meg fölöslegesnek hangzik, de valójában azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek, ezt igazából a gyerekeknek az általános iskolába kellene tanítani. Ha ezt megvalósítottad, és ha ezt vezetni tudod, és hogy ebből tényleg le is vonod a következtetéseket, akkor hónap végén ott fogsz állni, és meg fogsz döbbenni, hogy milyen sok olyan költésed van, milyen sok olyan kiadásod van, ami elhagyható, ami egyszerűsíthető, vagy akár konkrétan kiúszható a kiadások közül. Ehhez kapcsolódik a következő pont. Mondj nemet a felesleges költésre. Mit jelent az? Hiszen a mai világunk tele van azzal, hogy mindenhonnét bombáznak bennünket akciókkal, Black Friday. De a Black Friday az nyilvánvalóan a gazdagok egyik legjobb harácsoló eszköze a cégeknek, a boltoknak. Én egyértelműen arra, mert hogy téged levegyenek, hogy téged tönkre tegyenek. Ha te ezeknek bedőlsz, és megveszel felesleges dolgokat, megveszel olyat, amire nincsen akkor szükséged, se a családodnak, se a cégbe gondolkodok a cégednek, vagy pedig az üzletednek. Tehát mindenképpen szorítkozzál arra, hogy mondj nemet annak, ami akkor nem fontos.
Mert tényleg nem fontos egy kávéfőzőt kicserélni, jó a régi is. Vagy nem kell neked ilyen össze-vissza forgó metszőolót, ha rendes metszőolóval tudsz metszeni, vagy megvágni a dolgokat. Tehát mondj nemet a felesleges költésekre, legyél teljesen tudatos ebben. A legnagyobb csapda például ebben magánéletként vagy családként az a hitelkártya. Hitelkártyánál most ugye itt a pandémia idején egyre többet költünk hitelkártyával, és egyre többen, és ez nagy csapda, mert olyan pénzt, olyat költesz el, amit még meg se kerestél. Hatalmas csapdába eshetsz bele, és hatalmas kamatokat vállalhatsz, hogyha nem tudod kifizetni. Nagyon fontos, hogy te tudatos legyél. Neked tudatosnak kell lenni, hiszen a másik oldalon az eladók ugyanolyan tudatosak, és ugyanolyan tudatosan akarnak téged behúzni a csőbe, hiszen a pénztárnál oda teszik azokat a tárgyakat, amiket még az utolsó percben bedobsz, mert ugyan kis pénzt bedobod, de ez a sok ilyen költés mindenképpen káros neked, és mindenképpen meg kell tőle szabadulnod. Ezeket ki kell írtanod, akármilyen viszonynak, vagy akármilyen jó anyagi helyzetben vagy. Én biztosan, ha megtehetném, akkor sem veszek olyan dolgot tudatosan már, de ez már kialakult bennem, ez már szinte gyerekkoromtól fogva bennem van, hogy mindig odafigyeltem arra, hogy mi az, ami fontos. Valóban az ember így az élete folyamán egy kicsit kerület olyan helyzetbe, hogy már jobb anyagi helyzetben van, és akkor átmegy a gondolat a fején, hiszen miért van ilyen skót, hiszen megengedheted magadnak, költsed, vegyed, de nem, mert ezt oda tudatosságot magadba kell nevelni, és a jó időben magadba neveled, és ezt elfogadod, elhiszed, akkor soha, akármilyen mennyivel jobb és jobb anyagi helyzetbe kerülsz, akkor is tudatos maradsz, és akkor sem teszed meg. És akkor sem hagyod elcsábolni magadat. A harmadik pont, ha az első kettőn túl vagy, hogy tedd a pénzed, a kis megtakarításodat, amit meg tudtál szerezni így ezzel a tudatos pénzügyi magatartással, saját magad számára láthatatlanná. Úgy kell eltüntetned magadtól, hogy a pénz mindenképpen termeljen. A pénz hozzon neked jövedelmet, és semmiképpen ne költhesd el olyan dologra, ami esetleg még ideje korán van. Tehát amikor már kicsit megy a céged, és összegyűlik pár millió forint, és akkor egyből elköltöd egy luxusautóra, vagy valamilyen autóra. Nem, ha még ennek nem jött el az ideje, akkor még hadd termeljen a pénzed tovább, de továbbra is a pénzügyi tudatosságod az első két pontban mindenképpen ugyanúgy meglegyen, és már legyen termelő erőd, amit ugye elértél addig. Legyen termelő pénzed. A pénznek hoznia kell, a pénznek dolgozni kell, és a pénzt azt a te gondolkodásoddal, a te tudatosságoddal tudod termelővé tenni. A negyedik fontos szokás és a negyedik fontos pont, ahova el szeretnék jutni, az, ha befektetsz, akkor olyan szituációban, olyan helyen, vagy olyan környezetbe fektesd be a pénzedet, amiben otthon vagy, amihez értesz, ami a te világod. Tehát semmiképpen ne csak a befektetés keresd, és keressed a befektetési lehetőséget, és akkor olyan helyeken is befektetsz, amihez nem értesz. Mindenképpen tartsd meg azt a szituációt, hogy ahhoz oda fektesd be a pénzedet, amihez érted. Hogyha mezőgazdasági munkás vagy, és mezőgazdasági gépekhez értesz, akkor abba fektessél be. Akkor ne gondolkodjál teszt a részvényeken, vagy egyáltalán tőzsdén. Érted? Ha meg orvosi műszerekkel foglalkozol, akkor azzal. Tehát én műtárgyakhoz értek, festményekhez értek, elsősorban abba fektetek be, mert ott vagyok otthon. Ott nem lehet olyan nem lehet minden területen az ember otthon. Nem lehet minden területen profi. Muszáj, hogy azon a területen fektess be ezt a kis pénzedet, akármennyi az, amihez értesz. Ha mondjuk olyan területen fektetsz be, ami számodra új, ez is egy lehetőség, de akkor tanuld meg. És akkor adj magadnak időt arra, hogy megtanuld a helyzetet, megtanuld a szituációt, vagy ha befektettél pénzt, akkor a pénzednél meg a befektetésednél mindenképpen legyen türelmed. A kapkodás és a türelmetlenség az a legnagyobb ellensége az üzletnek. De nagyon sok olyan befektetőt érzek, vagy látok köztetek a kérdésekből, akik igazából egyszerűen csak azt gondolják, hogy a pénzt majd befektetem, és akkor az majd hozza magától. Ezzel ez nem így van. Ezzel foglalkozni kell. Semmi nem megy magától. Mindenhez tudás kell. A tőzsdével, a bármilyen területen foglalkozol, azzal szinte 24 órát kell foglalkozni. Ez nem úgy van, hogy bedobom aztán termeljen. Nem, azon nagyon sokat kell foglalkozni. Nagyon sokat, nagyon oda kell figyelni. Állandóan figyelni kell. De hát mindenképpen az a
legfőbb tanácsom, hogy ha befektettek, akkor azért óvatosan, kicsibe először, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy azon a területen, amihez értetek, amihez van affiníciótok, ami közel áll hozzátok. Tehát semmiképpen ne kiránduljatok idegen területekre. Először, ha még nem ismertek semmit, akkor először ismerjetek meg egy területet, jól gondoljátok át, majd utána fektessetek be. Ha már befektettél, akkor a következő pont az, hogy nincs az, hogy csak most és csak azonnal. Semmiképpen ne pánikolj a biznisznél, az üzletnél, akár milyen befektetésről beszélünk, akár tőzsdéről, akár ingatlanról, sorolhatnám ezt, szóval nincs ilyen. Tehát ne hagyd magad elvinni a pániktól, ne hagyd magad elvinni attól, hogy csak most kell megvennem, mert biztos, hogy most olcsó. Nem, ezzel nagyon nagy hibákat lehet elkövetni, és amikor már befektettél, bármiről beszélünk, mondom, nem csak a tőzsdéről, bármiről beszélünk, ne azt mondd, hogy még tovább, még tovább, még tovább. Ha valamit kitűztél magadnak, azt mondod, hogy eddig akartad elvinni azt az ingatlant, azt a tőzsdét, azt a cuccot, amit vettél, akkor, hogyha azt eléred, akkor ott gond nélkül is rendületlenül szálljál ki, hogyha ez a célod. Ne gondolkodj azon, na de ment volna még tovább, mehetett volna tovább, akkor még. Ne, amit elhatároztál, és ez egy nagyon fontos dolog volt az én életemben, és amit elhatároztam, azt mindig betartottam, és soha nem hagytam, hogy a biznisz elvigyen, hogy a pánik elvigyen, hogy a nyereségvágy még elvigyen. Tehát ne legyen az benned, hogy jaj, még keresettem volna, hogy akkor bukhatsz nagyot. Semmiképpen. Mindenképpen, amit eldöntöttél, hogy meddig mész, akkor szálljál ki. Mindenképpen, ha eldöntötted, hogy most szállsz be, akkor szálljál be. Tehát semmiképpen ne hagyd magad befolyásolni, és ne hagyd magad pánikoltatni. Mert mi van, hogyha valami feljebb megy, és akkor arra fogsz várni, hogy még feljebb menjen? Vagy hogyha lefele válsz, lefele megy, és akkor még lejjebb menjen? Ezt nem szabad. Amit elhatároztál, amit eldöntöttél, mindig ahhoz tartsd magad. Ha már pénzről beszélünk, akkor semmiképpen nem hagyhatjuk ki a fekete levest, az adózást. Ha már adózol, akkor ne hülyén adózz, hanem okosan. Mindenképpen gondold át, hogy mit, hogyan teszel. Mindenképpen használj ki minden olyan lehetőséget, amit az adózás ad neked. Használj mindenképpen adótanácsadót, megéri. Használj mindenképpen szakembereket, mert megéri. Minden lehetőséget, amit kínál, ki kell használod, és mindenképpen jobban járhatsz akkor, ha kihasználsz minden lehetőséget, mint hogyha csalsz. Mi magyarok híresek vagyunk arról, hogy mindig megtaláljuk a kiskapukat. Igen, te is keresd meg a kiskapukat, a legális kiskapukat. Adózással kapcsolatos dolgokat valóban azt gondolom, hogy egy nagyon okos tézis az, hogy már az iskolába tanítani kellene, hiszen ez a legfontosabb. Nagyon sokat lehet nyerni azzal, hogyha okosan, ügyesen adózol. Nagyon sokat meg lehet takarítani. Nagyon sok pénzt magadnál lehet tartani, és akkor sokkal, de sokkal jobb úgy, hogy nyugodtan aludni. Persze, természetesen ne csak cégre gondoljatok, hanem magánemberként ugyanez a helyzet. A hetedik és egyben az utolsó pont, amit szeretnék elmondani, gondolom, hogy elcsépel, tehát nem először halljátok, az idő. Az idő pénz. Az idő valóban az egyik legfontosabb tényezőnkben meg kell küzdenünk. Nem mindegy, hogy töltjük el a munkaidőnket, azt, amit szánunk a cégünkre, vagy az ügyeinkre. Nagyon fontos az, hogy ezt jól osszuk be. Nagyon fontos az, hogy az az idő, amit valamire ráköltünk, amire ráfordítunk, az hozzon. Tehát nem mindegy az, nagyon sokszor ugye a munkaórába gondolkodnak az emberek, hogy kinek mennyi az órabére. Aki már így gondolkodik, hogy mennyi az órabére, ott már baj van. Abban kell gondolkodni, mit érhetsz el egy órával, mit érhetsz el, milyen eredményt érhetsz el az üzletbe, vagy a tevékenységedbe egy óra ráfordítással. Az, hogy egy feladat mennyit veszel az életedből, azt mindig be kell osztani, és ezzel az idővel mindig kalkulálni kell tudni. Nagyon fontos, hogy az idő, az időnek te legyél az ura, és tudd, hogy a ráfordított időddel mit érsz el, milyen gazdasági tevékenységet hoz ez neked. Nagyon jó hangzik, mert valamire csak tényleg 10 percet szabad szállni, valamire 2 órát, és valamire lehet, hogy éveket, mert annyit ér az ügy.
Mindig kell tudnod, hogy milyen ügy mennyit ér, és ezt semmiképpen nem szabad összekeverni. Ha összekevered azt, amire 2 órát szabad szállni, és te 2 hónapot szársz rá, akkor már ott elcsesztél mindent, akkor már elúszott mindened. Én könnyen itt egy székbe ülve csak papolok nektek, de nem ez a nehéz is, nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy akár ebből 7 pontból 1-et, 2-t, vagy akár minden hetet következetesen, tudatosan betartani, és következetesen, tudatosan megvalósítani. Csak akkor érhetsz el eredményt, hogyha ezt megvalósítod. Hogyha ebből 1-et, 5-öt, 7-et meg tudsz valósítani. Nagyon fontos az, hogy a gyakorlatba át tud ültetni azt, amit én mondom, vagy azt, amit tanulsz az életből, vagy azt, amit hallasz. A legfontosabb az, hogy az ember leszűrje az, hogy számára mi a jó, számára az ő szituációban, az ő mentalitásának, az ő életében mi az, ami használható, mi az, ami alkalmazható, és azt tudatosan és következetesen ültesse be az életébe. Tehát ezek szokások, amikről beszéltünk, ezeket szokássá kell tenni. Tudom, hogy nem tudok mindannyiótoknak segíteni, és hogy ez így nem megy. Arra gondoltam, hogy szeretnék egy ilyen fogadó órát nyitni így a Motiv Árpin keresztül, és szeretném, hogyha megkeresnétek a problémáitokkal, és akkor a következő adásban vagy adásokban azokról a konkrét problémákról beszélnénk, amit esetleg a gyakorlata is át tudunk ültetni, mert ami esetleg neked ott, aki ott most nézel, egy konkrét gond, amit meg kell oldani az életedbe, az üzletedbe, a cégedbe, az életutadba jött valami rög, valami olyan gond, amit meg kell oldani, és amit lehet, hogy együtt megtudunk. És ha együtt megoldjuk nyilvánosan, akkor lehet, hogy sokan mások is tanulnak belőle, és akkor az ő hasznukra is válhat. Valami ilyesmit képzelek el. A szándék az, hogy segítsek a tapasztalatommal, a tudásommal, ha van egyáltalán rajtatok, ha van problémátok. Tehát azt kérem, hogy itt a kommentben írjátok meg a problémát, természetesen ne olyan problémákat írjatok, hogy most küldjek 10 milliót, másiknak küldjek 3 milliót, nem erről van szó. Azzal csak egy embernek tudok segíteni, én meg nem egy embernek akarok segíteni, hanem többnek, soknak, mindannyiótoknak. Legalábbis szeretném megpróbálni. Következő adás erről fog szólni, úgyhogy megnyitottuk kvázi, vagy megnyitottam itt most Árpi leveles ládáját itt a komment szekcióban, írjátok le a problémátokat, és akkor erről fogunk legközelebbi adásban beszélni. Addig is tartsátok szárazon a puskaport, és ne felejtsetek el csengőt megnyomni, és ne felejtsetek el feliratkozni, mert nekünk meg most erre van szükségünk. Aki nézi, az mindenki lájkoljon. Kezeket a paplan fölé, sziasztok!